Többször beszéltünk már arról, hogy a Nemzeti Adóhivatalnál, a kiemelt ügyek osztályán mi történt, mi nem történt, mikor láttunk világosan. Horváth András volt az, aki színre lépett ezekkel a történetekkel. Aztán jött tavalyi év őszén az úgynevezett kitiltási botrány. Vida Ildikó, a NAV elnöke elismerte, hogy rajta van a listán, és akkor több újságíró kolléga megírta, hogy az ellenőrzési főosztályának vezetője is rajta van a kitiltási listán. Dávida Maria ezt tagadta, és személyiségi jogi pereket is indított a bíróságon. Ennek a pernek volt most tegnap egy fordulója, egyébként a Népszavával és a Népszabadság kiadójával szemben indította a személyiségi jogi pert a NAV ellenőrzési főosztályának a vezetője, ahogy említettem, és itt megjelent egy tanú. Ő volt a kiemelt ügyek igazgatóságának az igazgatója, de egyébként még most is a NAV-nál dolgozik, és hát több mint érdekes dolgokat mesélt a bíróság előtt, ahol az újságírók is jelen voltak. András a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Gondolta volna, hogy egy személyiségi jogi peren fog majd, per tárgyalásán fognak majd ezek az információk elhangozni? Igen, én részleteiben csak nagyon kis részleteket ismertem eddig az ügyből. Én nekem is a tárgyaláson derült ki, hogy ez a kerek történet, és nem hittem volna, hogy ez a történet ki fog jönni. Ehhez kellett az, hogy Dávida Marianna pereljen, és azt állítsa benne, hogy ő nem állított le vizsgálatokat, nem befolyásolt vizsgálatokat. A Népszabadság viszont megkereste Hegedűs Demes Zsoltot, aki tanúskodott abban az üzenemben, hogy de bizony történt ilyen, történtek ilyenek a NAV-nál. Az átlátszó.hu-n egy hosszabb részletet is láthatnak az olvasók. Most ebből mi egy rövidebb részletet megmutatunk, mivel Demes Zsoltot nem tudtuk elérni, az ő, bár nyilvános volt a tárgyalás, és ez a videó, mondom, hozzáférhető az átlátszó.hu-n, de mi az ő engedélyét nem kaptuk meg, hogy bemutassuk, úgyhogy az ő arcát. Igen, azt akarom mondani, hogy jó lett volna, ha ő ül most itt, nem pedig én. De hát ő még NAV alkalmazott, szerintem. Igen, tehát az bátran is tisztességgel kiállt tegnap gyakorlatilag ebben az ügyben az igazságért, de hát azért nem tud jönni, mert nem akar támadási felületet adni, plusz támadási felületet. Hát plusz, fogalmazok. Jó, de hát ő neki kötelessége tanúskodni, úgyhogy ezen erre nem szólhatnak semmit. Tanúskodás, vagy tanúként az igazságot mondani. És ki kezdeményezte ezt az egészet? Dávida Marianna. Hát a főnöke, úgyhogy most ez van. Nézzük meg ezt a részletet, amit az átlátszó.hu-n önök is láthatnak, aztán utána folytatjuk. A jegyzőkönyvben az adókülönbözet az meghaladta 40 milliárd forintot. Tudomásom szerint a büntető jegyzőkönyv ezután nem hagyta el a házat, tehát innentől kezdve soha kiküldve az adóhivatalból nem lett. A 2011. május végéig voltam az igazgatója, gyakorlatban április 1-jéig a KÜIG-nek. Én ezen időszakban találkoztam szorosabban munkámból kifolyólag jönnöm, és neki akkor mi volt a pozíciója, ugyanaz, mint most? Ő ellenőrzési főosztályvezető volt, mint most. Igen. És ezen időszakból tudom azt mondani, hogy az, hogy ő személy szerint közvetlenül utasítást nem adott, hogy személy szerint közvetlenül ellenőrzésben nem avatkozott be, és annak végkimenetelőt nem befolyásolta, ez nem igaz. Egy megbeszélést kellett összehívnunk, amikor ezen cégnek a képviselőit behívtuk. Ami érdekes, hogy ezen cégnek a vezetője ezen tárgyalásnál, amin hárman voltunk ott navosok, a tárgyaláson fölállt, és közölte, szó szerint idézem, és ezt a másik két kollégám is hallotta, megyek Katikához, ő majd segít nekünk elintézni, mit annak idején a feltételes adó megállapításnál segített. A cég, amelyről nem beszéltem és adótitkot nem árultam el a céggel kapcsolatban mindvégig, annyit elmondhatok, hogy amerikai cég 28-án 9 órakor az ellenőrzési főosztályon egyeztetést tartanak az adott cég ellenőrzése ügyében. A kiemelt adóalanyok főigazgatósága részéről Linda volt jelen főigazgató helyettes, aki ugye úgymond levelezte is ezt a találkozót, és olyan személyesen, mint ellenőrzési főosztályvezető, és a következők hangzottak el az ellenőrzési főosztályvezető részéről. Ennél a cégnél a nemzetközi ügyleteket, amiket kollégáink felderítettek, azt ez a cég ő szerinte megtehette, ezt úgy hívjuk, hogy agresszív adótervezés. Ezt a szót én tőle tanultam meg aznap.
majd nekünk esett, és azt mondta, hogy egyébként is egy olyan cégnél, amelynek feltételes adómegállapítási szerződése van a minisztériummal, ott a NAV-nak semmi keresnivalója, ott mi ne ellenőrizzünk. A revizor Lotus-t, ez a belső elektronikus levelezési rendszer a hivatalba, küldött nekem is CC-zve, és közölte, hogy tudomása van arról, hogy a KAIK folyamatosan egyeztett az FO-val, az ellenőrzési főosztályával és Jannékkal, és kérték tőle, hogy a 2010 szeptemberi jegyzőkönyvet változtassa meg, tekintse tártalannak, és csökkentse 40 milliárd forinttal az adókülönbözetet. Nem akarta senki aláírni a jegyzőkönyvet. Kialakultott egy-két napos hiszti, kétségbe voltak esve, nem voltak hajlandók a revizorok aláírni. Hosszas huszamona utána az adóellenőr hajlandó volt aláírni a jegyzőkönyvet, de másnak nyugdíjasztotta magát és elhagyta a hivatalt. Azon négy főből, akik a Marian személyes utasítás, akiket személyesen utasított akkor az irodájába ezen ügyben, hogy mi történjen, és hogy nemleges jegyzőkönyv készüljön el, ez történt ugye január 28-án. Azon négy főből három ember április 1-én el volt távolítva. Hát ne haragudjon, de ehhez képest az önzöld dossziéja lányregény. Hát végre, hogy kijött ez a dolog, mert ugyanaz a működési mechanizmus tette lehetővé ezt az esetet is, mint a többit, meg ami a zöld dossziéban van. Úgyhogy ez tulajdonképpen nagyon sok párhuzamot fel lehet fedezni a kettő között. Én erről az ügyről nem beszéltem eddig, tehát ez egy plusz azokhoz képest, ami a zöld dossziéban van, illetve ami miatt a feljelentést tettem. De ott a bírósági tárgyáson elhangzott a cégneve is, mert most annyit mondott, nem, a cégneve, hogy, hogy ez egy amerikai cég, de akkor ön be tudta azonosítani, hogy ez mi, vagy az összeg alapján, vagy a körülmények alapján tudta, hogy ez nincs a zöld dossziéban? Hát sejtem, hogy melyik cég az, fogalmazzunk így, de nem hangozhatott el ez a bíróságon sem, hiszen akkor adótitkot sértett volna a tanú, és ezért megpróbálta úgy előadni, hogy ne keveredjen ilyenbe. De szerintem nem is az a lényeg, hogy melyik ez a cég, hanem az hogy ez egy plusz egy cég. Meg azok a hatáskör túlépések, hatalmi visszaélések, amiről Zsolt beszámolt tegnap a bíróságon. Meg amiről ön is beszámolt, tehát eddig ön is teljesen ugyanarról volt szó, hogy azokból a reagálásokból, amit ugye Somos Katalin meg Dávid a Marianna mondott, ami a bíróságon elhangzott, abból ugye az jön ki, hogy védett cégek vannak az adóhivatalban, amiről én beszéltem. Ez főleg a multinacionális céges kört érint. A feltételes adómegállapításról szóló szerződést azt egyébként a cégek a minisztériumokkal kötik? Igen, igen, a pénzügyminisztériummal, illetőleg a miniszterrel, de az nem jelenti azt, tehát valami adókötelezettséget vagy annak a hiányát állapíthatja meg, és akkor így fog eljárni az adózó egy jövőbeni bevallásban. Tehát az nem egy mentesség, hogy valaki kötött a minisztériummal, akkor ő onnan egy ilyen védett abban, személy. Abban, amiben megállapodtak, az köti az ellenőrzés, de csak változatlan tényállás mellett. Ez azt jelenti, hogy ha az ellenőrzés föltár például fiktív ügyleteket a háttérbe, akkor ez a feltételes adó megállapítás nem érvényes, és természetesen ellenőrizni lehet. Tehát amikor Dávid Marianna vagy Somos Katalin dühötten azt mondja, hogy feltételes adó megállapodással rendelkezőt nem lehet ellenőrizni, nem mond igazat. És ugye elhangzott az a bírósági tárgyaláson, hogy itt is fiktív bizonylatok, illetőleg fiktív szerződések voltak a háttérben. Ezt akarom bőven kifejteni, de ilyeneket találtak. Másfél évig vizsgálta a revízió ezt az ügyet. És amikor kormányváltás után szervezeti átalakulás volt, akkor került ugye Hegedűs Demes volt, és akkor szembesült ezekkel az ügyekkel. A szakmai stáb, meg a vezetők, akik addig ezzel az üggyel foglalkoztak, azok teljes mértékben egyetértettek ezzel a szakmai koncepcióval. Megállapodásra, illetve kiadásra készen volt a jegyzőkönyv szeptemberben, és ekkor jöttek Dávid a Mariannék azzal, hogy ezt nem lehet kiadni, ezt a jegyzőkönyvet így. Tehát minek minősítsük ezt nyugodtan minősíthetjük leállításnak, és ilyen 180 fokos fordulatot vett az ügy, 40 milliárd helyett nulla megállapítás. Azt nem értem, ugye ezután a bírósági tárgyalás után, amelyről több sajtóorgánom is beszámolt, hogy mit mondott az Alperes tanulja a tárgyaláson, amit most részletet mi is bemutattunk önöknek, a NAV az MTI kérdésére válaszolt, és azt mondják, hogy a tárgyaláson ügyvédi
kérdésre Hegedűs Deme Zsolt azt mondta, hogy nem állították le az ellenőrzést, szakmai véleménykülönbség volt a munkatársak között. A szóban forgó ügyben ugyanis az ellenőrzést végző revizorok nem tudták bizonyítani feltételezéseiket, a büntetőeljárásra vonatkozó javaslatot maga Hegedűs Deme Zsolt vonta vissza, írta a hivatal. A visszavonása nem visszavonta, hanem a megkerülésével adták át Somos Katalinnak, és azt mondta, hogy visszakérte, hogy ő is tanulmányozhassa, hogy mi van ebben az egészben. Nem a büntetőfenyegetőjegyzőkönyv az érdekes, az abból a szempontból érdekes, hogy olyan súlyos jogsértést találtak, ami büntetőfenyegetés megtételét indokolta. A jegyzőkönyvet a 40 milliárdos megállapítással ki akarták adni. Ezt állították le tulajdonképpen Somos Katalinék, és nem igaz, amit állítanak, hogy Hegedűs Deme Zsolt azt mondta volna a tárgyaláson, hogy nincs... Mit is, amit a NAV mondott? Igen, hogy nem állították le az ellenőrzést, szakmai véleménykülönbség volt a munkatársak között. A szakmai véleménykülönbség, pont, hogy a bírónő megkérdezte, meg önállóan elmondta, és az ügyvéd is megkérdezte, a NAV ügyvédje megkérdezte, és határozottan mondta Zsolt, hogy nem szakmai véleménykülönbség volt. Tehát a ennek ellenére, szakmai vélemény az volt, hogy bizony 40 milliárd forint adó. Másfél év munkája volt ez. Erre a szakmai vélemény az volt az adóhivatalnak, hogy képzelitek azt, hogy egy ilyen méretű adózónál, feltételes adómegállapításnál ellenőrzést mertek lefolytatni, illetőleg megállapítást mertek tenni. Másfél évig nem? Ez nem szakmai vélemény. Hogy képzelitek, hogy egyáltalán ellenőrzést mertek lefolytatni? Igen. Hát ha másfél évig tartott az ellenőrzés, akkor másfél évig nem vették észre, az ellenőrzési főosztály vezetői nem vették észre, hogy egy védett céget, ahogy állítja most a tanú, ellenőriznek a revizorok. Másfél éven keresztül tudták titokban ellenőrizni, vagy ez hogy van? Nem titokban ellenőrizték, teljesen jogszerűen ellenőrizték. Itt októberben volt egy szervezeti változás, és akkor lett főigazgató Somos Katalin, és akkor azért változott sok minden a felállásban. A vezetését is akkor vette át Hegedűs Deme Zsolt. És előzőleg, az is elhangzott a tárgyaláson, a revizoroknak, meg a vezetésnek is, több szinten is az volt a véleménye, hogy ez az egész szakmailag megáll, és igenis meg lehet állapítani ezt a történetet, és szakmai érvei nem voltak valójában. Dávid, a Mariannának, én nekem Somos Katalinnak arra vonatkozom, hogy leállítsák. Ezek után ön szerint Hegedűs Deme Zsolt meddig dolgozik még a NAV-nál? Hát én szerintem az, hogy ő elment, és a tanúskodási kötelezettségét, meg az igazmondási kötelezettségét ugye bevállalta, nem érheti ezért semmiféle munkajogi joghátrány. Egyébként Hegedűs Deme Zsoltot, meg nagyon sokakat még a hivatalban elég keményen megaláztak, meg megaláznak még most is, hogyha kiállnak a szakmai elvelégért, és morális szempontból becsületesen próbálják a törvények szerint vinni az ügyeket. Ez gond. És igen? Még egy nagyon lényeges, ami elhangzott itt, hogy ugye ez amerikai cég volt. Tudjuk, hogy pár hete Vida Ildikó kiadott egy önvizsgálatról egy jelentést, amiben azt mondta, hogy nem talált problémát ezeknél az amerikai cégeknél. Vagyis ezt az ügyet, ahol igenis volt probléma, Vida Ildikó nem találta meg. Tehát ez is mutatja a hitelességét ennek a vizsgálatnak. Hát itt érdekes, tehát hogyha itt egy amerikai cégnél találtak, és igen, a vizsgálatban nem találta amerikai céget. És érdekes módon, hát, nem találták meg. Figyeljük most már a személyiségi jogi pereket, és az egész biztos. Érdemes lesz. Köszönöm szépen.